Közös sikerünk, hogy 2013 óta gazdaságunk jól látható módon fejlődik, a szerkezete egyre kiegyensúlyozottabb, 2014-ben pedig a növekedés üteme elérte a 3,6%-ot. Ezzel Magyarország az unió leggyorsabban növekvő országai közé zárkózott föl, ide tartozik. Reményeim szerint azért dolgozunk valamennyien, önök a piaci szektorban, mi az államigazgatásban, hogy ezt az elért eredményt megőrizzük. Idén júliusban már 221 vállalkozás 8,3 milliárd forintos uniós támogatást nyert el, tehát most már a jelenlegi fejlesztési ciklus 7 éves forrásait igyekszünk elkölteni. Ugye az a határozott célunk, hogy a pályázatok írását 2017 nyaráig befejezze és lezárja a gazdasági tárca is. Tehát úgy szeretnénk ezeket a forrásokat 2020-ig felhasználni, hogy a pályázatokat mindenki ismerheti, a megnyitott pályázatokat pedig 2020-ig értékeljük, elbíráljuk, önök meg reményeim szerint felhasználják majd, tehát a pénzt el tudjuk költeni.